A megemlékezést hagyományosan annak az óvóhelynek a helyén tartják, ahol az 1944. augusztusi bombázásban több mint 50-en szörnyet haltak. A bombák nem válogattak, pusztításuknak áldozatul estek gyerekek, felnőttek, idősek. A 74 évvel ezelőtti eseményeket a polgármester elevenítette fel. Takács László úgy fogalmazott, a légitámadások nem csak a sineket, de a város egy teljes részét elpusztították. Tudjuk a beszámolókból, hogy délelőtt 9:30 harsantak fel először a légvédelmi szirénák, óvóhelyekre kergetve a lakosságot. Ekkor még nem Cegléd, hanem a környék nagyvárosai voltak célkeresztben. De 11 óra 11 perckor becsapódott az első bomba az állomásra, amely aztán percek alatt megsemmisült, lángokba borult városunk ezen része és szedte áldozatait a támadás. Mai észre felfoghatatlanul rövid idő alatt kialakult a háborús automatizmus Cegléden is. A beszámolók szerint már nem szolgált meglepetésként, hogy a legtöbb vasárnapon, sokszor éppen az istentiszteletek időpontjában víjogtak fel a szirénák üvöltő hangjai, tette hozzá a polgármester, majd így folytatta. Mi kegyelettel vagyunk, hiszen életünket békeidőben van szerencsénk leélni, de még most is csak elcsukló hangon lehet beszélni a tragédiáról, a szörnyűségekről, és nem tudjuk elképzelni, hogy másként érezzünk, gondolkodjunk, beszéljünk róla. Kegyeleti megemlékezést Berecki Őrs református lelkész mondott. Hogy van a világnak a rendje? Néha elpusztítjuk egymást, néha meg lehetséges az üdvösség. Lehetséges Istenhez közel kerülni, lehetséges mindnyájunknak értelmet találni az életünknek. Milyen csodálatos dolog. Jézus keveseknek adatik meg az üdvösség, vagy sokaknak? A megemlékezésen a Patkós Irma Színház tagjainak prózai, valamint zenei műsorát hallhatták az emlékezők. Arra születtem, hogy megszeressenek, s megszeressem én is azt, akit lehet. A bombatámadás emlékművénél a kegyelet virágait helyezték el Ceglédváros önkormányzata, a Pest megyei kormányhivatal ceglédi járási hivatala, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület, a HONSZ Ceglédi Szervezete, a MÁV ZRT Ceglédi Állomás Főnöksége, a Ceglédi Tankerületi Központ, valamint a Ceglédi Szakképzési Centrum képviselői. A kihelyezett tablókon a 74 évvel ezelőtti újságcikkeket, valamint a bombázás után készült fotókat is megnézhették az emlékezők.